Jóformán az utolsó simítások zajlanak abban a helységben, ahol ezután elérhetőek lesznek ismét a Sárospataki Művelődésháza könyvtárának szolgáltatásai. A Comenius Campus egyik termében kapott ideiglenesen helyet a könyvtár, amely a Sétáló utca, azaz a Makovec tér felől érhető el. Az intézmény részlegvezetője elmondta, a felnőtt és gyermekirodalom ismét elérhető lesz az olvasóik számára. Arra törekedtünk a könyvek válogatásánál, illetve csomagolásánál, hogy a minden érdeklődőnek, illetve minden témából hozzunk át anyagot, amit az olvasóink szívesen olvasnak. Jól tudjuk, hogy manapság az olvasási szokások hogyan alakulnak. Az, hogy mi ezt nem publikáljuk, nyilván ez személyiségi jogok miatt történik, de tudjuk, hogy mi az, amit szívesen visznek olvasóink, és melyek azok a tudományterületek, vagy esetleg szépirodalomban is azok az írók, akik már kevésbé keresettek. De abban az esetben, ha az olvasóink olyan könyvet szeretnének, ami jelenleg itt a polcon ugyan nem áll rendelkezésünkre, nagyon jó megoldást ad számunkra a II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtár könyvállománya, ahonnan 2-3 napon belül el tudjuk kérni könyvtárközi kölcsönzéssel, díjmentesen azt a keresett irodalmat, vagy szakirodalmat, vagy bármilyen anyagot, amire szükségük van, és a rendelkezésükre tudjuk bocsájtani. Ezzel együtt azoknak a programoknak a többsége is várja majd ismételten az érdeklődőket, amelyek a legkisebbeknek szól. Az idősebb korosztály kulturális kikapcsolódását biztosító programoknak az új bástya ad majd helyet. A legkisebbek helye az biztos, az itt meg fogjuk tudni oldani ezen a téren belül a gyereksarokban. A többin pedig dolgozunk, még nyilván lesznek olyan rendezvényeink, amelyek a intézményünk másik felében, tehát az Újbástya rendezvénycentrumban lesznek megtartva, de ezekről időben tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy hol és melyik időpontban lesznek rendezvényeink. Terveink szerint Babamama klubunk is már indul ebben a hónapban, ami fontos és kiemelkedő esemény október 19-én a mesemondó versenyünk, ami ugyan egy kicsit most elcsúszva, nem szeptember 30-án a népmesenapja alkalmából, de a köré kerül megrendezésre, az pedig len az Újbástya rendezvénycentrumban lesz megtartva. A különböző eseményekről tehát érdemes lesz tájékozódni a helyszínek és pontos időpontok tekintetében egyaránt.